Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm vendégemet a stúdióban, Hatházi Sándor urat, a térség országgyűlési képviselőjét. És talán kezdjük a beszélgetést egy nagyon friss témával. Ugye most jött létre itt Szentendrén a Smartpont, aminek célja ugye a 35 év alattiak vállalkozásának fejlesztése. Ez mit jelent pontosan ez a projekt? Nagyon örülök ennek a projektnek két okból. Az egyik az, hogy tudhatjuk azt, hogy a 2014-20 közötti Európai Uniós költségvetési ciklus során az ország Magyarország mennyi uniós támogatást kaphat, és tudjuk azt is, az nagyon világos kormányzati szándékot, hogy ennek a 60%-át a hazai kis és közepes vállalkozások fejlesztésére kívánja fordítani a támogatásokra. És ebben természetesen beletartoznak a pályakezdő új vállalkozások is, és azzal szembesültünk, hogy a vállalkozások jelentős része nem rendelkezik azzal a tudással, amellyel ő sikeresen tudna pályázni. És nem rendelkezik azzal a tudással, amellyel ő sikeresen tudna vállalkozni. Kettő összefügg. A szakképzés során arra nagyon ügyelünk, hogy megfelelő szakmai ismereteket tudjanak szerezni a fiatalok, és ezért történt az oktatás ezen területének az átalakítása, átszervezése, törvénymódosítással, és igazából azt szeretnénk elérni, hogy az iskolák, a tanintézmények és a helyben élő, sikeres, ügyesebb, jól prosperáló vállalkozások között egy együttműködés, egy szoros kapcsolat alakuljon ki, és a tanulók ezeknél a vállalkozásoknál tanulhassák meg a szakma fortéjait, illetve amennyire lehetséges, ismerjék meg a vállalkozások működését is. Most ezt szeretnénk kiegészíteni elméleti tudással, a smartpontok kialakításával kapcsolatban ez a szándékunk. Ott egyrészt a vállalkozások indításához szükséges tudást, illetve a menedzsmenthez szükséges tudást, valamint a különféle pályázatokon való sikeres szerepléshez szükséges tudást, és ezekhez kapcsolódó tudást szeretnénk biztosítani, legalábbis a feltételeit szeretnénk kialakítani, és ez egy nagyon fontos lépés, amely 2014 végéig, majd azt követően további két évig fog működni, és ennyi, tehát durván három esztendő alatt szeretnénk ezt a tudást a fiatalok, jellemzően, amit ön is mondott, 35 év alatti fiatalok számára biztosítani. Ez rendkívül fontos. Fontos az is, hogy megfelelő szakmai tudással rendelkezzenek, de fontos az is, hogy a vállalkozásokat is sikerre tudják vinni. És fontos az is, hogy ezt kiegészítendő rendelkezésre álljanak azok a források is, amelyek a vállalkozások beindításához, illetve megerősítéséhez szükségesek. Talán nagyon sokan tudják azt, hogy a hazai kis és közepes vállalkozások adják a foglalkoztatás nagy részét, tehát ők a foglalkoztatók, a munkaadók. Részben saját maga is megtalálja a helyét a vállalkozó ebben a világban, részben pedig az alkalmazottak területén ők adják a többséget, a munkahelyi többségét. Ennek az agglomerációban lévő térségnek, mint amilyen Szentendre és a hozzátartozó települések is, a nagy baja nem az, hogy nincs munkahely, mert végül is munkanélküliségi kérdésben nem állunk túl rosszul, bár nincs olyan mutató, amit ne lehetne jobbra felcserélni. De a fő problémánk az, hogy ez a munkahely nem itt helyben van, hanem nagyon sokan Budapesten találják meg a munkájukat. És a Budapestre való közlekedés rengeteg időbe, ami nem pótolható semmivel, és rengeteg pénzbe kerül. Ugye a munkaadók ma már egyre kevesebb mértékben vállalnak részt a közlekedésbe, ezért ezek a költségek rendre a munkavállalót terhelik, és egy harmadik tényező a környezetszennyezés, az ilyen közlekedés, akár gépkocsival, akár mivel történik, azért szennyezéssel jár, és
Az elmúlt időszakban nagyon sok közúthálózatfejlesztési program sikerrel megvalósult, egyéb fejlesztések is, ez tenger sok pénzt vitt el, de igazából nekem az az álláspontom, az az elvem, hogyha lehet, akkor helyben kezeljük ezeket a problémákat. Legyen ez munkahely, legyen ez oktatás, legyen ez kultúra, szórakozás, legyen ez sport, és legyen ez az élet más területén is, és helyben találják meg ezeket a lehetőségeket a helyben élő emberek. Ez az álláspontom. És éppen ezért nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és bízom benne, hogy ez egy sikeres program lesz. Örülök annak is, hogy már az első napon a megnyitón ott volt a szakmunkásképző, szakképzőiskola vezetője. Ő is nagyon pozitívan nyilatkozott ebben a kérdésben, és egészen biztos vagyok benne, hogy ő is partner lesz ennek a kibontásában és megvalósításában. És cél-e az ennél a projektnél, vagy eredmény lehet-e az, hogy egy kicsit a szakképzést, a szakmunkás képzést is népszerűsítse a fiatalok körében? Mert ugye az utóbbi időben hát egy tendencia az, hogy nagyon sokan inkább gimnáziumba mennek, kevesebben választják a szakképzési irányokat. Lehet, hogy ennek oka volt ez is, hogy a vállalkozások indításától féltek a fiatalok? Igen, tehát azért volt egy félsz is ebben a kérdésben, hogy jaj, a saját lábamon kell megállnom, akkor mi lesz. Igazából a szocialista érában nem volt ez igazából egy járt út, hanem mindenki a kényelmesebb megoldást választotta, hogy bemegy egy munkahelyre, ott az ő dolgait, munkafeltételeit, egyéb dolgait intézik, ő neki tulajdonképpen azt az időt kell eltölteni a munkában, ez egy kényelem. És amikor elérkezett a rendszerváltásnak nevezett időszak, az 1990-es évek első évei, akkor nagyon sokan elveszítették a munkahelyüket, és kényszerűségből elkezdtek vállalkozni, és nagy részük sikertelen volt ennek a vállalkozásnak, mert nem rendelkezett tőkével, nem rendelkezett tudással, igazából a piacok is beszűkültek, tehát ez egy nagyon rossz időszak volt. És éppen ezért nem egy népszerű, nem egy vonzó terület az, hogy na, akkor csináljunk egy vállalkozást. Márpedig, hogyha szétnézzünk a világban, azért a kis és közepes vállalkozások, vagy mikrovállalkozások világát éljük, nagyon sok az önfoglalkoztató ember, és nagyon sokan megtalálják a helyüket. De ott volt ennek egy kultúrája, volt ennek egy előzménye, egy hagyománya, nem egyszer alakult ki, hanem szépen lassan, fokozatosan, és nekünk ezt a lemaradást be kell hoznunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés lesz. Tehát ez egy rendszer, az oktatási rendszer átalakítása, a vállalkozás beindításához, működtetéséhez szükséges egyéb tudás megszerzése, és az induláshoz szükséges tőke részbeni biztosítása. Ez a három szükséges ehhez. És ugye ehhez a témához kapcsolódik valamennyire az is, hogy az állam mennyire támogatja, milyen különböző lépések történtek a kisvállalkozások fejlesztése érdekében. Sajnos az elmúlt időszakban kevés támogatást kaptak. Gondoljunk arra, hogy például amikor Venes János volt a pénzügyminiszter, akkor több mint 100 milliárd forint áfát tartott vissza az állam, és nem adta oda vissza a vállalkozásoknak. Ez egyébként az év végi időszakot érintette jellemzően, amikor az uniós unió felé az elszámolás esedékessé vált, és akkor az éves hiányt kellett kimutatni, és próbálták ezzel a visszatartott áfával is kozmetikázni az ország eredményét, kevésbé sikerült. Viszont a vállalkozások nagyon megsínylették ezt az időszakot. Egyrészt ekkor indultak el a körbetartozások, hiszen valahonnan ezt a forrást biztosítani kellett, a hitel lehetőség nagyon minimális volt, és akkor hát ezt a számlát most nem fizetem be, azt a megrendelést most bár befogadom, de igazából nem tudom finanszírozni. Tehát ezek egy lehetetlen állapot akkor kezdett kialakulni. Ebben a kérdésben is rendet kell csinálni, és meg kell erősíteni a hazai kis és közepes vállalkozásokat, mert ez a jövőnk.
És ugye hát ez is valamennyire nyilván a munkahelyteremtéshez is kapcsolódik, ami az embereket jelentősen érinti, de egy másik intézkedés, amit ugye már több ütemben hajt végre az állam, ez a rezsicsökkentés, és ez, ha jól tudom, folytatódik majd továbbra is. Igen, tehát sok olyan szituáció, módszer, helyzet volt, és még részben van is, ami az emberek lelkét megnyomorítja. Az egyik az, hogy az egy nem normális állapot, hogy valaki éveket tölt el úgy az életéből, hogy egyébként életerős ember, tudna dolgozni, de nincs munkahelye, és otthon ül. És ezt a modellt látja a gyermeke, és azt gondolja, hogy ez a normális életvitel. Így szocializálódik. És hogyha ő fölnő, akkor nehezebben fog részt venni a munkavilágában. Tehát a munkanélküli segély az hosszú távon egyáltalán nem jelent megoldást, sőt, olyan feszültségeket alakít ki a társadalomban, amit aztán nagyon nehéz kezelni. Ezért nekünk az az álláspontunk, hogy mindenki vegyen részt a munkában. Mindenki dolgozzon. Adjuk, biztosítsuk ezt a lehetőséget. Egyelőre ugye ez a munkahelyteremtés nagy része közmunkával biztosítható, de társadalmi hasznossága sokkal nagyobb, mint egy munkanélküli segélynek. Ezt azt nem kell mondanom. Egyrészt az egyén jobban éli meg, mert azt gondolja joggal, hogy ő hasznos tagja a társadalomnak, bár egy pici a teljesítménye pillanatnyilag, de mégis részt vesz ebben a teljesítményben. Másrészt pedig azért a jövedelme is jelentősebb, hiszen a munkanélküli segélyt mértékét nem lehet összehasonlítani a közszolgáltatásban található bérrel. Tehát az jóval magasabb, és ebből adódik természetesen, hogy otthon is több marad. Azt szeretnénk, hogy egyre többet keressenek ezek az emberek, és a minimálbér emelése is igazából erre vezethető vissza, mert az egy tulajdonképpen egy mágnes, húzza fölfelé nem csak a közszolgáltatottak bérét is, hanem a közalkalmazottak bérét is. Úgyhogy ez számunkra ezért fontos. A másik kérdés pedig, ami megnyomorítja az emberek életét, az a rezsi. Tehát ez az arányok rosszak. Tehát hogyha megnézzük azt, hogy mennyi az átlag jövedelem, mennyi egy családnak az átlag jövedelme, és ahhoz viszonyítva mennyit kell neki rezsire, áram, elektromos energiára, fűtésre, világításra, vízre, csatornára, személyszállításra, kéményseprésre, és nem tudom még mire elköltenie, akkor ez az arány, ez nagyon rossz. Tehát nagyon magasak arányában tekintve, és abszolút értelemben is egyébként ezek a tételek. Hogyha kitekintünk Európa felé, akkor ez nem vállalható. És könnyű elképzelni azt a szituációt, amikor az ember hazamegy, hazaviszi a fizetését, a párja is kiteszi az asztalra, meg ő is kiteszi az asztalra, megnézik, hogy milyen fizetni valójuk van, elsősorban ugye a rezsi, mert hogyha azt nem fizetik, akkor az áramot kikapcsolják, és akkor nem kell tovább fűznöm a gondolatot. Megnézik, hogy milyen hiteleket kell kifizetni, ugye ez egy másik tétel, ami a rezsicsökkentés mellett akár a devizahitel, akár egyéb hitelek, és jut is, marad is. Tehát az élelmezésre, a ruháztatás, a gyereknevelésre olyan nagyon kevés pénz marad, hogy ez megnyomorítja az emberek lelkét, megnyomorítja a családokat, és olyan feszültségeket visz ebbe a régióba, ami ezeket a kötelékeket lazítja. Nem véletlen egyébként, hogy ennyi a válás, nem véletlen, hogy nem tudunk odafigyelni a gyermeknevelésre kellő energiával. Ezek fölmorzsolják az embert. Ez egy nagyon fontos tétel tehát, hogy teremtsünk olyan világot, amiben normálisan lehet élni. És ehhez hozzátartozik az, hogy a rezsicsökkentés az tovább folytatódjon, és ezek a költségek elfogadható szinten stabilizálódjanak. Ez a kormány szándéka. És mi a végső cél egyébként, és ezt hogy látja a kormány, hogy mikorra érhetik el a rezsicsökkentést? Ezt most nem tudom megfogalmazni.
De ugye két lépést már megtettünk, most tesszük meg a harmadik lépést. Minden lépést követően és azt megelőzően is elemzések, vizsgálatok folynak. Tehát mi figyelemmel kísérjük azt, hogy ez a következő rezsicsökkentés még vállalható-e, hogy ettől még a szolgáltatások működni fognak-e. Mert nem szeretnénk azt, hogyha nem vinnék el a hulladékot a házak elől, nem szeretnénk azt, hogyha tömegesen olyan helyzetek adódnának, hogy a hőszolgáltató vállalat tönkre megy, és akkor gyakorlatilag a szolgáltatás fog megszűnni, és így tovább. Tehát ez egy folyamatosan közelítő folyamat. Én azt gondolom, hogy a következő lépés még vállalható, és utána pedig egy nagyon alapos átfogó vizsgálatokat kell végezni. Ugye a másik dolog, ami az életminőséget javítja, az az adózás kérdése, és örülünk annak, hogy ebben az évben sem emeltük a költségvetés módosítása kapcsán az azt megalapozó adójogszabályokat, hanem ezek a tételek maradtak, tehát nem növekednek, és az a szándékunk, hogy a jövedelmet terhelő adók és járulékok tovább csökkenjenek. Már beszélünk arról, hogy nem 16% legyen, hanem attól kisebb tétel. És szeretnénk azt elérni, hogy az adó, a személyi jövedelem adó ne legyen egy teljesítményt visszatartó tényező, mert azért emlékezzünk vissza, hogy akkor, amikor valaki kapott fizetésemelést a régi világban, akkor bizony elkezdett gondolkodni és számolgatni, hogy ezzel most vajon átlép-e egy olyan kategóriába, ami végül is nem javítja számszerűen az ő pozícióját, hanem sokszor még rontja is. Tehát igen, ezeket a teljesítményeket el kell ismerni, és meg kell fizetni. És az adózást nem itt kell kiteljesíteni, hanem inkább a fogyasztásnál. Tehát ezért magas, és ezt nem vitatjuk, magas például az áfa, az általános forgalmi adó. És az a stratégia, hogy a mindennapi megélhetéshez szükséges javakat terhelő áfa, az csökkenjen, és az extra szolgáltatások áfája, az extra javak áfája, az pedig maradjon ilyen magas. Ugyanis aki többet keres, aki többet tud teljesíteni, az megkapja a fizetségét, amelyet egy minimális adó terhel, és utána a vásárlásainál fogja ezt az adót megfizetni a közjavára, az állam javára. Ez a stratégián gyakorlatilag. Szerintem ez teljesen világos és érthető. És nagyon fontos, hogy a családtámogatási rendszer is ehhez igazodik. Tehát mi támogatjuk, mert ez a demográfiai helyzet, ami most van, ez nem tartható. Tehát azok a nemzetek sikeresek, akik a népesedési politikában is sikeresek. Tehát akik ebben kudarcot vallanak, ők eltűntek, meg el fognak tűnni. Tehát hogyha ebben nem tud az állam megfelelő szerepet vállalni, akkor a magyar nemzet halálra van ítélve. Ha azt az utat járjuk, amit a jelenlegi kormány is jár, akkor azt gondolom, hogy van jövőnk. És csak ez az egy út lehetséges, másik út nincs. És így a nehéz gazdasági körülmények között mik azok a lépések, amit az állam tenni tud a gyermekvállalási kedv ösztönzésére? Ilyen például a gyerdés-egyes kérdésének a rendezése. Örülünk annak, hogy ezt is meg tudtuk lépni. Ugye ma már a második gyermek után is fölvehető a gyed. Tehát, hogyha az egyik gyerek után kapja, és megszületik a másik gyermek is, akkor nem az történik, hogy az egyik után elveszik, hanem akkor mind a kettő után megkapja az egyik. A másik, hogy azok a fiatal nők, akik jelen pillanatban tanulmányokat folytatják felsőfokú intézményekben jellemzően, ők is jogosultak lesznek a jövőben erre. És a munkahely megtartása, megvédése is nagyon fontos, hogyha valaki a szülés után a gyedről vissza kíván térni, akkor az ő munkahelye megmaradjon és meglegyen. Tehát ezek összefüggő rendszert alkotnak.
és biztató jelek vannak már most. Ugye ezek az országos intézkedések nyilván itt a térségben élőket is segítik, de azért vannak itt olyan fejlesztések is, amelyek csak a térségre jellemzőek. Ugye most egy nagyon nagy beruházásként tavasszal indulhat el a térségben itt a csatornázás. Ez hogy fog megvalósulni? Ez pontosan milyen ütemben? Az elmúlt évtizedek során majdnem minden településen történt csatorna beruházás és fejlesztés. Egyetlen egy településen hiányzik egyébként Pilis-Szentlászon, ami egy speciális helyzet. Azért ott az a probléma, hogy önálló szennyvíz agglomerációt alkot, és igazából neki az lenne jelen jogszabályok alapján a járható út, hogy egy önálló rendszert épít ki, és egy önálló szennyvíztisztító telepet létesít. Na most ennek az akadálya az, hogy ugye az ott induló patakok, források, egyebek, vízfolyások, azok más településen is keresztül haladnak, Visegrád, Dömös, más települések, Szentendre, és ezek a települések elzárkoznak attól, hogy mint befogadót, mint tisztított szennyvíz befogadót kijelöljék az adott vízfolyást. Joggal, mert hogyha baj van, akkor kényszerűségből ugye a szennyvizet sokáig nem lehet tárolgatni, akkor fönnáll a kockázata, hogy ezek a vízfolyások elszennyeződhetnek, és azért egy ilyen szennyeződés után egy tisztulási folyamat nagyon lassú, és nagyon fájdalmas tud lenni. Ezért azon lenne a megoldás, és ezen dolgozom, hogy Pilis-Szent László a Szentendrei Szennyvíz agglomerációhoz tartozzon, és akkor ki lehet építeni egy szennyvízvezetéket a Szentendreig, és ott pedig rácsatlakozva a helyi rendszerre megfelelő szennyvíztisztítás után kerülhet a Dunába, mint befogadóba. Ez a korrekt megoldás. Ehhez jogszabályt kell módosítani, ehhez szükséges egy rendeletnek a korrigálása és módosítása, ez jelen pillanatban folyamatban van, én bízom abban, hogy ez mielőbb meg fog történni, mint ahogy más településeken is egyébként ez megtörtént. Amire ön utalt, az öt települést érint. A Szigeten 1-2-3 települést, Pócsmegyer, Szigetmonostor és Tahitótfalu. Tahitótfalunak ugye van egy másik lába is a jobb parton, Tahi, illetve másik két települést, Leányfalut és Szentendrét. Mind az öt településen van szennyvíz elvezető rendszer, de az nem teljes. Ennek két oka van, az egyik az, hogy nem is építették ki soha teljes mértékre, tehát minden utcát nem csatornáztak. Másik pedig az, hogy az elmúlt 20 eszendő során itt azért egy népesség robbanás történt, főként a Szentendrei szigeten, de egyébként Szentendrén is, nagyon komoly területeken jelentek meg állandó lakosok, és ezeknek a csatornázása elmaradt, és jelen pillanatban fogjuk pótolni. Egy több mint 3,5 milliárd forintos nagy beruházás keretében történik mindez. Ennek a beruházásnak a gazdája, a gesztora Pócsmegyer önkormányzata, polgármestere és az ottani csapat. A közbeszerzési eljárások megtörténtek, ki lett választva, azt hiszem, hogy két fővállalkozó, vagy valami konzorciumféle, és hamarosan, tavasz folyamán el fog indulni ez a beruházás. Én arra kértem a kivitelezőket, és arra kértem a beruházás felügyeletét végző önkormányzatot, polgármester urat, Németh Miklóst, hogy nagyon szoros felügyelet alatt történjen a beruházás, mert ez egy nagyon kényes terület, és nem szeretném azt, hogy olyan állapotok alakuljanak ki, hogy nem lehessen közlekedni, hogy sártenger van, és olyan lakossági panaszok áradata induljon el, ami elkerülhető. Tehát megfelelő gondossággal, előkészítéssel végezzék ezeket a munkákat. Én bízom benne, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy kevés lakossági panasz érkezzen. Azt nem tartom valószínűleg, hogy egy sem érkezik, ilyenek lesznek. Egészen biztos, hogy lesznek olyanok is, amelyek jogosak lesznek, de én a lakosság türelmét és megértését, segítőkészségét szeretném kérni ebben a kérdésben.
Így van, hát minden ilyen beruházás azért jár kisebb kellemetlenséggel. Ugye itt a térségben, ami viszont már megvalósult, ezt, ahogy ön már a beszélgetés elején említette, több úthálózatnak a felújítása. Itt például Szentendrebe területén ugye a Szent Lászlói út is megújult, a Pomázi út, a Visegrádi összekötő út. Ez mennyi pénzből valósult meg, és várható-e majd további fejlesztések? Igen, több út rekonstrukció előkészítés alatt van, illetve már az előkészítése is megtörtént, tehát hamarosan közbeszerzési eljárások kiírására kerül sor. A Leányfalón a 11-es út egy szakasza elkészült, a következő szakasza meghirdetés előtt áll, tudomásom szerint. Nagyon örülök annak, hogy Szentendrén a Szent Lászlói út elkészült, hiszen gyalázatos állapotok voltak már ott, és egészen a Pili-Szent Lászlói útig, Visegrádi útig elkészült, tehát akár tehermentesítő útként is figyelembe vehető a jövőben. Nagyon örülök annak, hogy a Szentendre-Pomász közötti összekötő út, ez a hosszú-hosszú egyenes, ez is felújításra került. A következő feladat Pomázon egy körforgalmi csomópont kialakítása ehhez az utolsó úthoz kapcsolódóan, hiszen ott a Hősök terén elég komoly forgalmi dugók alakulnak ki, főleg a reggeli délutáni időszakokban. Illetve ami a térségünket is érinti, az a 10-es út ürömi elágazása, na az kritikán aluli. Ott háborús állapotok vannak. Ugyanis az M0 északi körgyűrűje Budakalászig elkészült, és ez egy komoly mágnesként működik, és nagyon sokan Ürömön, vagy Piliszen kereszten, dobogókön keresztül próbálják meg megközelíteni, és ezek az utak nem alkalmasak ilyen mennyiségű forgalom lebonyolítására, és különösen alkalmasak a kereszteződések. A Pomázi Hősök tere például, vagy az ürömi elhíresült, hírhetté vált, inkább így mondom, lámpás kereszteződés. Ott Pilis-Sörösre elég torlódnak vissza reggelente a gépkocsik, és mondom, rengeteg időveszteséget okoz. És idő, pénz és környezetszennyezés. Idő, pénz, szennyezés. És ez a legfontosabb, hogy ezt a két csomópontot oldjuk meg, és utána természetesen a 11-es út következik, hiszen nagyon nagy forgalmi terhelést kap, és ennek a felújítása egyre kevésbé halaszható. Különösen Leányfalú belterületi szakaszai, illetve Tahitót falunál van egy viszonylag rövidebb szakasz, ami nagyon rossz műszaki állapotban van. Ott az egyik nagy probléma a vízelvezetés hiányossága. Nagy esők során, vagy akár télen, ott azért nagyon komoly baleset gózpont is kialakulhat. Ezek vannak pillanatnyilag a fókuszban. Na most az elmúlt hetek során az már nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány elkezdte az M0-ás körgyűrű északi szakaszának továbbfejlesztését célzó munka előkészítését. A következő szakasz az Budakalász-Solymár közötti szakasz lesz, tehát gyakorlatilag a legkritikusabb rész az a 10-es és 11-es út közötti szakasz az elkészül. Reményeim szerint 2018-ig, de igazából 2020-ig tudnak megfelelő garanciával határidőt vállalni, de ez is most már belátható időn belül készen lesz, és akkor az északi agglomerációs rész közlekedésében igen jelentős pozitív változás fog bekövetkezni. De a következő ciklusban szeretnénk nem csak a közútfejlesztési programot tovább folytatni, hanem elkívánjuk érni, hogy hajón is, egy gyorsjáratú hajón Szentendre, esetleg Leányfalú, Szentendre, Budapest között egy menetrendszerinti gyorsjárat alakuljon ki, megfelelő parkolórendszerrel természetesen, és megfelelő kapcsolatokkal, tehát Budapesten is egy olyan ponton lesz a végállomása, amely a metróhoz nagyon közel fog esni. Ez egy nagyon fontos projekt, mert ott azért a dugók nehezebben tudnak kialakulni, és egy új
közlekedési ág indulhat be. Én azt gondolom, hogy ez is sikeres lehet nem csak a munkába járás tekintetében, hanem az idegenforgalom tekintetében is, hiszen a sétahajó az nagyon jó, nagyon hangulatos, viszont 3,5 óra alatt ér föl Visegrádra, és nem mindenki tud 7 órát oda-vissza, 7 órát erre rászánni, hanem szeretné ezt hamarabb letudni. Úgyhogy ezekben a kérdésekben is jelentős változás várható. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és mindezt elmondta nekünk. Hát nagyon sok sikert kívánok továbbiakban is az ön munkájához. Köszönöm szépen önöknek is. Köszönöm önöknek is a figyelmet, a viszontlátásra.